Sajnos már csak perceink vannak hátra ma reggel is startból, de ezeket is tartalmasan fogjuk tölteni, mert hogy digitális edukációs perceink következnek. És egy programról fogunk beszélni, a digitális első segélyprogramról. Vendégünk Ivádi Gábor, a Magyar Telekom PR és Social szakmai vezetője. Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt! Jó reggelt! Elindult a Walking Brand közben. A Walking Brand, nagyon jó a póló. Na, de nem a póló a témánk, hanem amit én mondtam, digitális első segélyprogram. Miről szól ez pontosan? A 2020-as év az elég sok kihívás elé állított bennünket, embereket. És ami érdekes volt benne, hogy váratlan kihívásokat kellett teljesíteni. Nagyon gyorsan kellett ezekre reagálnunk, és a második hullámban azt vettük észre, hogy fölkészültek, és szerintem jól teljesítettünk, már mint magyar nép, vagy az emberek, viszont vannak olyan helyzetek, amikor segítség nélkül ez nem megy. Ilyen volt például, amikor a két ünnep között rengeteg gyerek a kórházakban ragadt, nem tudták megfelelő módon tartani a kapcsolatot a családtagjaikkal, és mi úgy gondoltuk, hogy talán a gyógyulásukat, a mentális egészségüket is, mentális gyógyulásukat is segítjük azzal, hogyha lehetőséget biztosítunk erre is. Összeállítottunk gyakorlatilag egy eszközparkot, ez routerekből áll, okos eszközökből, ehhez biztosítunk mobil internetet, ha lehet még tartalmat is, tehát a gyerekeknek csináltunk mese sorozatot is, hogyha éppen nem a családdal beszélnek, akkor is el tudják tölteni az időt az ünnepek alatt, és ez lett gyakorlatilag a digitális elsősegély, de nem attól lett elsősegély, mert hogy kórházakba adtuk, hanem azért, mert ha olyan helyzet adódik kisebb közösségekben, tehát most nem személyekről vagy családokról beszélek, hanem mondjuk iskolák, természeti csapás által elzárt, mondjuk hó által elzárt település, vagy éppen kórházak, ahol látogatási tilalom van, oda mi ezt az eszközparkot odaadjuk, és amíg az a vészhelyzet, vagy az a hirtelen, az a viszmajor helyzet el nem múlik, addig mi ott biztosítunk nekik internetet. Akkor ez egy hosszabb távú program lesz, tehát ez mobil módon majd telepíthető lesz más éppen rászoruló helyekre? Igen, értem itt ez alatt, például nyilván csak vége lesz ennek a pandémiának is. És, jó, reméljük. És hamarosan remélhetőleg talán a vakcinának köszönhetően, és amikor újra látogathatóak lesznek az emberek, akkor ott ez a fajta úgymond vészhelyzet, az megszűnik. Viszont előfordul olyan mondjuk, hogy építési munkák miatt egy optikai kábelt, egy markoló elszakít. Ha egy egész iskola marad internet nélkül, akkor mi a digitális elsősegélyprogramunkkal rögtön megyünk, odaadjuk nekik, installáljuk gyakorlatilag, mivel ez egy mobil router és SIM-kártya van benne, tehát nem szükséges semmi több, mint hogy bedugjuk a konnektorba, és azonnal elérhető mindenki. És milyen módon elérhető maga a program, tehát az adott iskola, vagy az éppen bajba jutott közösség, akkor közvetlenül keresheti a céget? És keressenek bennünket. A legjobb az lesz, mi készítünk most egy oldalt, ahol jelentkezni lehet, és regisztrálni lehet. Természetesen mi a saját erőforrásainkkal nézzük is azt, hogy hol van baj, és hol tudunk segíteni, mert aki nagy bajban van, nem biztos, hogy az jut eszébe rögtön elsőként, tehát igyekszünk mi is rendelkezésre állni. Hát tapasztalataitok is most már akkor vannak azért itt egy hónap a kórházakban, vagy hol tudtatok a legtöbbet segíteni, például a családoknak, hogy ez a gyerekeket említettük, ugye nem tudták a kapcsolatot tartani most a családdal. Kifejezetten a kórházaknak a gyerekosztályaira telepítettük ezeket az eszközöket, összesen 7 kórházba, és az ország minden területén, tehát van benne budapesti, szegedi, tatabányai, szekszárdi vagy gyulai, debreceni kórház, miskolci kórház, valakit kihagytam tőle, elnézést kérek, és úgy tűnik, hogy elég nagy sikert aratott, többen kerestek meg azzal kórházak bennünket, hogy szeretnék, hogyha még egy kicsit ott maradhatna. Mert ugye ennek az elsősegélypaknak az a lényege, hogy mindig ott van, ahol
a legnagyobb szükség van rá. Most azt gondoltuk, hogy ott van, és kérték, hogy ha lehet, akkor még próbáljuk meg ott tartani ezeket. Voltak-e személyes találkozások, visszajelzések, a gyerekek hogy reagálták? Nem is kérdés, hogy nyilván ilyen helyzetbe örülnek ennek. Inkább a social térben volt, amikor valakik visszajeleztek. A visszajelzések nagy része is inkább egyébként orvosok és ápolók részéről jött. Megköszönték, volt, akik külön... A forrást ők ismerték, a gyerekek nem is biztos, hogy tudták, hogy honnan jött ez a fajta segítség. Hát remélem, hogy azért tudták, mert igyekeztünk úgy, főleg ezzel a tartalommal, ez a zsebrádiós, mesemondós, mindennap visszatérő tartalom, ehhez azért tudni kellett, hogy hogy férjenek hozzá, meg hát mindenkinek azért adtunk egy kis, mi a hálózatneve, meg mi a kód, amit be kell ütni, és meggyógyulok, ez volt a password egyébként hozzá, úgyhogy nagyon remélem, hogy azért a gyerekek is tudták, hogy mi állunk a meglepetés mögött. Iváldi Gábornak köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönöm. Digitális edukációs perceinket látták. Komolyan vesszük a digitális felelősségünket. Telekom. Együtt veled.